Hát nagyon nehéz egy ilyen meccs után bármit is mondani. Azt gondolom, hogy kellő agresszivitással jöttünk a mérkőzésre. Valószínűleg ez lesz ránk a jellemző az egész szezonban, ezt látjátok ti is, hogy egy kontrátkos labdát próbálunk játszani, és úgy tűnt, hogy ma a Körmennek ez nem annyira feküdt, Körmennek sem. Elfogytunk a végére sajnos, vannak hiányzóink, és nyilván Körmenni sokkal nagyobb a merítési lehetőség. Én azt gondolom, egy kicsit úgy tűnt nekem az elején, hogy a Körmendő biztos volt abban, hogy meg fogja nyerni ezt a mérkőzést, de nyilván fáradtság is lehet ebben, hiszen menetelnek a nemzetközi kupában, amihez nagyon sok sikert kívánnak, és remélem, hogy tovább fognak jutni. De visszatérve a mérkőzésre, tipikus egylabdás meccs volt, sajnálom, hogy nem mi nyertünk ezen a mérkőzésen, meg volt rá az esélyünk, végig ott voltunk, sőt, nagyon sokat vezettünk is a mérkőzésen. A 15 támadó lepaton azt gondolom, hogy megpecsételte a sorsunkat. Én ennek ellenére gratulálok a Körmennek nyilván a győzelemért, a szurkolói csoportnak a 20 éves jubileumért, illetve gratulálhatunk magunknak is, mert ebből a mérkőzésből lehet, ebben a mérkőzésre lehet építeni. El kell felejteni, amúgy már szerdán mérkőzés van megint, úgyhogy nehéz helyzetben vagyunk. Reméljük, hogy a sérültjeink előbb-utóbb felépülnek, és akkor az ilyen meccseket meg tudjuk nyerni. Obvious, first of all, to congratulate to team of Körmendő, they win the game because they are better. They have a lot of players in rotation, play much better defense than we. Gratulálok a Körmennek a győzelemhez. Hosszabb volt a padjuk, és jobban tudtak védekezni, ezért tudtak sikeresek lenni. Nekik nem kellett teljes erőbedobással küzdeniük, igyekeztek a fiataloknak is lehetőséget adni. Próbáltuk ezt kihasználni, okosan játszani a mérkőzés bizonyos periódusaiban. Volt is esélyünk a sikerre, de a negyedik negyedben ők teljes erőbedobással tudtak kosárlabdázni, mi pedig sokat hibáztunk. Ez döntött. Elégedett vagyok azzal, amit láttam, mert egyre jobbak és jobbak vagyunk. They played a tough defense. Nagyon keményen védekeztek a vendégek, jól is dobtak az elején, náluk volt az előny, de mi össze tudtuk kapni magunkat, egységesek voltunk, ezért tudtunk győzni. It was a really tough game. I expect this. I said this immediately after Strava game that we expect a difficult tough game. Tudtuk előre, hogy nehéz dolgunk lesz, számítottam arra a hétközi Steaua elleni meccset követően, hogy kemény csata vár ránk. Ezt láthattuk is ma a pályán. Hiába is gondolta volna bárki, hogy könnyű dolgunk lehet. Sokszor voltunk hátrányban, de ennek ellenére fordítani és győzni tudtunk. Ezért megérdemeltnek tartom a sikert. Jó munkát végeztek a fiúk, és bár nem támadtunk ma túl hatékonyan, a védekezésünkre nem lehet panasz, még ha voltak is hibák ebben. A 67 kapott pont a 41 lepattanónk, és a tény, hogy a MAPS nem tudott támadó lepattanót szerezni, számomra öröm, elégedett vagyok. Volt, amikor rossz ritmusban kosárlabdáztunk, már a kezdésnél szokatlan ötössel álltunk fel, hogy lehetőséget kapjanak azok is, akik máskor csak a padról jönnek. Minden nap tanulunk a hibáinkból, igyekszünk jobbak és jobbak lenni. Számomra jó jel az, ahogyan a csapat néhány dologra reagál. Ha ma nem is tettük ezt mindig a legjobban, de ahogy mondtam, 40 percig jól védekeztünk, uraltuk a lepattanózást, ezért a fiúk megérdemlik a gratulációt a győzelemhez. El kell felejtenünk mindezt, pihennünk kell, és megpróbálni győzni majd Bukarestben. And we have to forget this, we have to think now about Steaua, to rest and try to win in Bukarestben.